Mit keres ez itt benne a szobánkban? Nem elég, hogy ezzel a fagyatékossal kell itt megosztanom a szobát, még ezzel a hülye, lámás, öreg... Na, ki is ment. Áó! Ki a fagyatékos? Igen, ne akartam ilyen műtyűr megbánja, amit igen, velem szerintem... tettél. Szerintem te fogod megbánni. Igen. Igen, ups, csak ugranom kell egyet, és kattintanom, és a gigantikának véget ér az élete. Jól van, megegyeztünk, fejezzük be mind a ketten. Na jó, nem. Megalsz! Krisztián, sürgős dolgunk van! Ez komoly! Igen, tudod, mi? Mi a sürgős dolgunk? Mit kell csinálni? Mondjad már el! Gyere velem! Jó. Látod azt a templomot? Nem. Hát akkor jó fagyatékos vagy, ha nem látsz, te vaksi. Látod ezt a templomot? Megvan az alaprajz és a terv. Ez komoly! Igen. Tényleg, amúgy már én is láttam. És hadd mondjak el valamit, kedves srácaim. Nagyon-nagyon jól néz ki. Jaja, nagyon-nagyon jól néz ki. És meg is fogjuk építeni, viszont először kellene gyűjtenünk egy pár nyersanyagot, úgyhogy ebben a videóban végig fogunk menni az összes nyersanyagon, hogy mit kellene gyűjtenünk, és egy... élő adás keretein belül össze fogjuk gyűjteni az összes nyersanyagot, ami kelleni fog. Szóval, hogyha azok a nyersanyagok megvannak, amúgy tök más lesz, mint amilyenre számítottam, hogy lesz, de nagyon pöpec király lesz, úgyhogy nehogy feladjátok, srácok. Ezt itt egy kicsit ki kéne bővíteni, meg hát nem tudom, itt majd lesz egy kert, itt mellette valamilyen füves kert. Hát ilyen kert. Tudod, milyen az? Megmutassuk a srácoknak a templomat, Krisz? Ne. Miért? Hát mert ne lá- hát akkor lássák, míg a kész van, még ne lássák. Na, add Máté. Jó, hát felőlem. Elmondom, hogy mit kéne megnézni, kis haverka, maverka. Először is azt, hogy náló srácok, ez itt egy újabb Minecraft sorozat rész, azaz az 51. Komoly! Már az 51. rász! Igen. Máté, nézz el a képernyőtől. 10 másodpercig. Jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De azt hittem, hogy rólad nézik el a Minecraftban. Te hülye barom! Akkor most elrontottad az egészet. Na mindegy. Há, kiszabadítod, há! Máté, elmondjam, mit kell megnézni. Igen? Azt kell megnézni, hogy az előző videót hányan lájkolták a kedves kommandósok. Ja, igen, igaz. Ugyanis... a titkos torony titka hamarosan felszínre kerül. Fejezd már be! 4800 like. Hát, az elég kevés. Azt kerekíthetjük 5000-re. Azt kerekíthetjük. Viszont ugye az előző sorozatban mondtam, és az előző részben, hogy mostantól, ahogy közeledünk, most már csak 3 létrát ér 1000 like, mert ahogy közeledünk, egyre lassul, hogy növekedjen az izgalom. Úgyhogy a kérdez azért, hogy toronyozz az a benga király! Francba! De nekem úgyis mennek kell még létráért. Ez az, a kérdez a benga. Úgyhogy 5x5, ugye? Nem, 5x3. 5000 like és 3. Mert ahogy közeledünk a tetejéhez, ne fokozódik az izgalom. De persze már, hogy fokozódik. Fokozódik az... Ez csak azért van, mert lusta vagy izgalom. Építeni, te büdök. Fokozódik az izgalom. Ja, persze. De még mindig nem lett szebb. Még mindig egy bronda. Oásztóá. Na várjál, fölmegyek, és akkor... fölmegyek, és 15 létrát akkor árkok. Hú, majd 100 év, mire fölmászok. Szóval, srácok, lájkoljál. Most még több like kell, hogyha ugyanolyan gyorsan akartok haladni. Mert akkor most már csak 3 létra. Srácok, ugye eddig úgy volt, hogy 1000 lájkonként 5 létrát berakhattam, hogy fölmásszak a torony tetejére. És nagyon gyorsan haladtunk, srácok. Viszont a Krisztián most, hogy kicseszett velünk, mert most már csak 3 létrát rakhatok be. És 5000 like-ra csak 15 létre járt, úgyhogy lájkoljátok mindenféleképpen, hogy feljussunk a tetejére. Te most komolyan ennyit rakhatok csak be. Aha, na nézd meg, hogy hol tartunk. Itt tartok. Itt tartok, hol hát jó, de távolról kell megnézni. Amúgy egész közel vagyok már. Le akar lökni ez a dög? Én nem.
Le akar lökni a dögöcske? Le nem erlökni, te dö! Akkor te ne löki le engem. Azt a... Mi az? A nevednél látom a tenger alját. Akkor így lehet benézni a tenger alját. Ott van, látjátok, srácok? Ott vannak a korallok. Oásztóá, tenger alja filter. Aszta, eltűnik a víz a nevednél. Aszta, na így. Aszta, hogy be lehet látni a tenger alját. Let's go. Aszta, Minecraft mítosz. Juhu. Na. Ennyire vagyunk a tetejétől, srácok, ez már nem sok, és ott van az ajtó a tetején, és ott be tudok majd menni. Azaz. Máté, nem valunk egy kis puskaparti? Ide! Wow! Azta! Azta a betekintés. Hé, hey, csaló, nyertem. Nem mehetsz föl, dögös csaló, dög. Betekintés nyertem, oda fogunk menni, srácok! Lájkoljátok a videót mindenképpen. Na nézzük meg a cukornát farmot, hogy teljesít. Tényleg amúgy csináltam rakétákat most a videón kívül, mert kellett, és nagyon sokat tudtam csinálni, és alig használtam belőle, ment ugye a cukornádból, meg a puskaporból. Úgyhogy ez tök jó. Mondjuk... Ja, na és ja, most mi... mondjuk már megint le lehetne szedni amúgy a cukornádat. És akkor mit is csinálunk ebben a részben? Ebben a részben elkezdjük összeszedni a cuccokat, megnézzük, hogy honnan tudunk szedni ezt, meg azt, meg amazt. Az első sorban a legtöbb blokk, amire szükségünk lesz, az a kálcsite. Gondolom nem gondoltátok volna, de amúgy nagyon régóta beszéltük, hogy ebből a blokkból fogjuk építeni majd a templomot. Úgyhogy szerintem az lenne az első. Aztán a kvarc, ezt nyilván tudjuk, hogy honnan kell szerezni, és a mi van még? A diorit. Máté, eszembe jutott valami. Igen. Gyere már, gyere utánam. Na? Menjünk vissza. Anyád. Hey! Ne a cukornádba! Hova akarsz menni? Be a birtokunkra, a Batkósbika táborba. Igen, mert? A Lükepál előtt találkozunk. Jó. Gyere, nézzük meg a farmot. Tényleg. Most már szabad a belépés. Ja, ezt csináltam ide ilyen ezért ezt nem is mondtam, vagy mondtam más. Ilyen pici, ilyen nagyobbra emlékeztem. Oho, ez csekkód. Máté, szerinted mennyi ízét tudunk leszedni? Oszta! Szerinted mennyi búzát? Múltkor beütettem. Szedjük le a búzát, én indulok onnan. Várjál, mert Fortune-nál többet kapok? Hát búzából nem kapok többet, de magból sokkal többet kapok. Há, 4-et ütöttem ki, és 19 magot kaptam. Ajaj. Hamar meg fog telni így az én a... Hát a magokat ki kell dobálni, úgyhogy nagyon ér sokat. Hát de, mert a komposztra be tudjuk rakni végül is. Hát komposztra be. Ja, de nem izével ütöm amúgy Fortune-nel, mert hogyha nem ad több búzát, akkor felesleges. Itt van egy blokk, ami ahol nem terem a búza. Ez egy. Igen, tudom, vannak, mert a fény nem jut el oda, de próbáltam megoldani, de be kéne rakni a farm közepébe. Ott vannak a bejáratnál vannak a búzák. Jó. És akkor ültessük is vissza, nem? Hát nyilván. Ja itt. Nem, itt a krumplik vannak. A bejáratnál. Azta. Jó sok búza lett. Na el is kezdtek nőni ott azok a izék, amik így nem nőttek eddig. Mert raktam be oda fényt. Hopp, zombit hallottam. Igen, itt oldalt vannak. Ki is akartam őket írtani, de nem is került. Nem találtam. Oké, megvan. Oksi-moksi, na nézzük meg, hogy mennyi búzánk lett. Azta. Hát ez azért egy darab. Ja. Lehetett. Vigyünk is föl a bociknak. Ja. De ott is van egy rakás. Igen, mindegy, azért még viszek föl. Meg viszek föl répát is a malackáknak. Na menjünk. Jó. Jó, akkor ezzel meg vagyunk. Tudok egy jó helyet kálcsite szerzésre, és mivel abból kell a legtöbb, azt szerintem el is kezdhetnénk szedni, mit szólsz. Viszont pontosan nem tudom, hogy mennyi kell belőle, aminek nem örülök, mert... Azért jó lett. Ja, hát mi jó sok kell. Amire már azt mondod, hogy ez már biztos. Hát rengeteg. Hát szerintem egy 2 sulker boxnyi biztos, hogy kell. Olyan sok. Igen. Ez megőrült. Ez bizony mondom, hogy megőrült. Na menjünk, aludjunk, te barom. Jó van, már nyugodjál már le. Szóval, Krisztián, ha fölkeltünk szalvásból, akkor elindulhatunk kálcstét szerezni. Mit szólsz? Nem örülök neki valójában. Hogyha vinnénk... Jó. A beacont, és odaföl építenénk, akkor gyorsabban tudnánk kiszedni a kálcsitét. Jó, csak hát... kérdéses, hogy annyival gyorsabban ki tudnánk szedni a kálcsitét, hogy megérje odaföl építeni a ezért. Hát ja, nem tudom mennyi kálcsite kell, szerintem annyira sok nem kell. Mert van még egy beaconre aranyunk amúgy. 64 plusz 36, annyi kell. De ugye? Hozzááll izét is. 64, vagy kétszer 64 plusz 36 kell? Nem tudom. De hozzááll arany...
hazak ingatat is. Oké? Okay. Ide berakom. És akkor biztos, hogy nálam van. Oké, okay, meg hazak még egy sulker boxot. Igen, és akkor ebbe meg rakom a kálcsitét. Ezt beszínezem fehérre. Én kész vagyok a menésre. Hoztam aranyat, meg mindent hoztam. Hogy kell úszni előre fele, hogy ilyen gyorsan menjen. Hát a shift-el, te nagy okos. De ne, lefele izélek vele. Akkor a kontrollal te. A kontrollal meg csak egy helybe áll. Jó, de ússzál már, mert megfulladsz. A shift-et is, vagy a szó közt is kell nyomni, meg a kontrollt hát is. Hát nyilván. Hát de miért? És úgy jöttem, mint a Superman, így. Jössz utánam? Itt back. Mehetünk? Mehetünk. Jó. Gyere utánam! Oké, na és akkor kövess. Jó. Itt lesz egy hegy a szavanna mellett, és a szavanna melletti hegyen, kérlek szépen, ott van egy hatalmas nagy kálcsite ér. Ezt itt mind ki tudjuk bányászni. Szerintem, hogyha ezt kibányászunk, akkor az elég lesz, de ha esetleg nem lenne elég, akkor... Ja, és még ott is van a másik oldalt. Ezt vánsatolod, szóval nem is kellett a beacon. Mi az, hogy vánsatolod? Instant kibányásza. A kálcsite? Igen. Tényleg? Igen. Ja, bocs! Hát akkor ez így rohadt jó lesz. Akkor föl se kell építeni a beacont. Ja, viszont a csákánynak az életét azért figyeld. Oké, okay, na ez nagyon jó, ennek örülök. Hát ez könnyebb lesz, mint gondoltam akkor. És főleg, hogy ebből kell a legtöbb, mert oké, hogy a kvarcból nem kell annyi, viszont az sokkal nehezebb beszerezni, ez rengeteg idő lesz. Ja, úgyhogy a streambe kell. Miért termett ide két malac? Máté, mondom a Stájzot. Aki több kácsitét összed. 10 perc alatt, az a Benga király. De az van, Tam. Franz, most előnybe került ez a dögös Máté. Vagyis a dög Máté. Dögös. Hát sok lány mondta már nekem, hogy dögös vagy. Jaj, ne moroga ezé. Ezt inkább tőled nem akartam hallani. Na. Jó, már nem azt akartam mondani, te rondaság. Na, így jobb. Aha, így jobb. De azt előre szólok, hogyha lopni mersz. Mit? Hol lopnék? Akkor a halál, fia vagy. Annyi van, hogy eszembe se jutott, hogy lopjak. Amúgy se jutna eszembe se, hogy lopjak, de nem mindig. Igen. Hát én nem ezt tapasztaltam. Nem azt tapasztaltad, hogy neked az jutna eszedbe, hogy lopjál, te lopos. Nem azt tapasztaltam, hogy nekem az jutna eszedbe, hogy lopjál. Igen. Uh-huh. Ah, még így is rossz sok idő, amíg kiszedjük, de legalább sok van belőle, úgyhogy nagyon örülök. Egy két shulker boxnyi biztos, hogy kell lenni fog, szóval szerintem annyit bőven rakhatunk. De összvisz két shulker boxnyi? Vagy mind szerintem fejenként? Összvisz. Szerintem is. Azt se tudod, mennyi kell, te nem is láttad meg a templomat. Dehogy nem, én már láttam. Igen, és mega szuperül néz ki. Igen, mega szuperül. Aha, annyit elmondhatok előre, hogy mega szuperül. Hát tervezővel van terveztetve, szóval. Igen. Aha. Ja, velem. Hát, nem terveztettem. Téged se vennélek fő tervezőnek. Azt mondom, hogy úgy kéne, hogy azt úgy kéne, hogy meg kellene csinálni a templomot. És akkor mikor lesz kész? Így ez volt a tervezésed. Pontosan. Fú, de srácok. El sem tudjátok képzelni, milyen epic király lesz ez a templom. Soha nem láttatok még ekkora király templomot. Ez az ide jöttem a kálcsite aranybányához. Oda, ahova én szerettem volna most menni. Uh-huh. Jaj, ne hallom a dögöt. Lopni akar, bizonyos. Ha már itt jön. Gyorsan. A kálcsitémet ide. Nem lophatod el, te dög. Ne! Nincs, teli vagyok! A fenébe. Oké, na, szóval nekem mennyi van? Neked mennyi van, Krisz? Várjál, most megnézem, mert véletlenül két külön shulker boxba raktam, szóval... Ja, még ebben nem raktam. Oké, és akkor... itt van ez. Várjál, kicsit arrébb megyek, na, hogy lopni tudj. De akkor addig ne bányász már. Mi az, hogy ne? Azt kérdezted, hogy mennyi van. Hát, és akkor mi van? Nekem akkor... másfél sor. Hallod, amúgy ez nem az, amit néztünk. Ez nem az a kálcsitem, ott ez volt nem. Egy ilyen nagy... Ez távolabb volt. Ezé. Igen. Ez az. Nekem kell mindegyiket kiszedni. Oké. Okay. Smaragd. Még smaragdot is szedek, az többet ér. Az 10 000 kálcsitét ér. Na. Nem. De és kettőt szedtem, úgyhogy ez... Nem. Ááá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  Azt mondom, még itt is van egy csomó. Ez az, nyerünk. Ez az. Jó. Oké. Okay. Jó. Elfagyott? Igen. Oké, és kell menni a következő kálcsítés helyre. De várjál, mert ne hagyd itt a shulker boxodat. Nem hagytam itt, ott van. Nálam van a shulker box.
Gyere utánam. Igen. Azt tudjuk, hogy 0-0-hoz kell visszamenni, szóval. Én tudom, hogy hova kell, úgyhogy ne aggódjál. Oké, itt nincs kell kács. Még, tudod, a izéhez kell menni, ahhoz a faluhoz. Gyere, balra, 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 balra. Az 1000-1200-nál van. Ne arra menj! Nem jobbra, balra! Itt van a cukornád farmos falud. Itt. Igen, az 1000-1200-nál van. Itt, gyere, gyere. Na. Igen, és ott kell tovább menni. Igen. Azt hiszem, és ott kell legyen az a hegy. Igen, ugye? Egy cukornád farmos, és erre kell menni egy kicsit. Igen, arra. igen. Oké, na és akkor itt lesz. Jössz utánam? Igen, itt van a hegy. Már látom a hegyet, és akkor annak a tetején lesz egy kálcsi. Ott van. Balra van. Ott van. Ott van balra. Azt a mekkora! Na jöhet is. Hoztál ágyat? Nem. De ez most komoly. Ahová akkor mi menjünk oda, nem kellenek ágyak. Menjél bárányt szerezni. Azt a majdnem meghaltam. Hát igen. Mert el kell fordulni mielőtt. De amúgy hoztam ágyat, van nálam alapból, haha. Na azért. Azt a... Oh. Jó, akkor aludjunk. Oké. Igen, egyben mondtam, hogy azt a is egyben aludjunk, mi? Na. Haha, jó, semmit kovácsolok. Aludj már! Dög! De ez csaló! Jó, van, na aludjunk. Jó, de nem verlek át, nyugibe. Na. Jó, mindegy, akkor nem 10 perc alatt, hanem aki előbb megtölt a Shulker boxot, az a Benga király. Gyerünk! Ja, bár a biztonság kedvére ezt mind elvihetnénk innen amúgy. Jó. Mert nem volt olyan hosszú idő amúgy. Oké, meg még le kéne nézni a Netherbe is, megnézni, hogy milyen nehéz kvarcot szedni. Aha, jó. Hát én már ott a környéken kb. Összes kvarcot kiszedtem, amit tudtam. Oké, és na, ott már hagyok neked is, mert nem akarok goni lenni. Na látod, így kell viselkedni, Krisztián. Várja, leszem a Shulkert, de nem ám kirámolni a Shulker boxomat. De ha hozzá se nyúlok a Shulker boxot, az ne idegesítsé már tőled. Na az már tényleges lapásnak számítana. Ja, hogy mikor megtöltöd a Shulker boxodat? Jó, megtöltöttem. Most lett kész. Csaló! Szóval akkor én nyertem. Várja, de nem biztos. Mert? Hát mi nézzük meg, hogy most én belerakom. Ami van nekem. Aha, és nem azt mondtad. Fenében, nekem ennyi van, mutasd meg a srácoknak. Jó, hol vagy? Itt vagyok, mögöttem. Ja, jó, megyek. Na szóval, várjál. Nem is tudtam, hogy hol vagy. Ez úgy az mondtam, én Shulker boxom, ez a fehér. Ez mind kálcsite, kedves barátaim. És ez pedig ennyi. Na jó, rakok bele neked 40-et. Igen, mert én a függőleges hegy oldalon kezdtem el először bányászni, azt lassan hallottam. Aha. Hát nagyon remélem, hogy ennyi elég lesz, de én hajlamos vagyok így kicsit túl satszolni a dolgokat, úgyhogy remélem, hogy ez bőven elég lesz, de azért még szedek. Hát azért szerintem két inventorinyibó anyád. Abból egy háromszor akkora templomot fölépítesz. Hát igen, meg ugye még kvarc is kell, szóval tudod, nem csak ez. Uh-huh. A csákányodra figyelj. Ez nem is ment le még élete. Nekem igen. Nekem nem ment. Hát egy 20% kb. Nekem Unbreaking 3-as. Nekem is. És Mending-es. Nekem is. Hát a Mending az itt nem számít és most. És Netherite-os. Nekem is. Ugyanolyan csákányunk van amúgy. Uh-huh. Ez komoly. Aha. Paszta. Azt a paszta cipő paszta. Hogyha te még ezt megcsinálod, meg én ezt még itt, amíg te szedett ki a második Shulker boxodba a cuccot, és én még pluszba szedek, az már tud, hogy elég. Hopp, innen már is fagyott kálcsite. Ezt az egyik stream végén találtuk amúgy. Igen, ezt a kálcsite éret. És most a következő streamben pedig len leszünk a Netherben. Várja, én itt ültem, és te meg szedjed ott. Oké, na várja, akkor még én betöltöm a sárga Shulker boxomba, az mi? Ott a diorit, na akkor azt is szedjünk. De jó, felszínen van diorit, let's go. Ha már van, akkor már ezt is szedjünk, ebből nem kell olyan sok amúgy. Kell egy pár kerítés, meg egy pár lépcső. Szerintem egy 2x364 az elég, vagy elegendő kellene, hogy legyen, de szerintem még a ládában is van, szóval nem lesz gond vele. Várja, a sárga Shulker boxomba berakom a kálcsitét, meg a dioritot. Így. Én is itt pont álltam dioritot. Na, akkor azt is szed ki. Jó. Oké, és mehetünk haza, szerintem. Merre vagy? Itt vagyok benne a lookban a dioritot. Szedek. Te is akarsz dioritot szedni? Van itt csomó. Hát szedhetünk, ha már az kell. Csak szerintem még otthon is van. De mindegy, azért legyen. Húskacok, kíváncsiak vagytok a templomra? Írjátok le kommentben, hogy mennyire várjátok, hogy lássátok a templomot. Hú, szuper lesz. Ez már negyedik próbálja. Nem, ez a harmadik. Még van egy ezen igen. Kívül. És ez nem tudom, hogy mi lesz, hogyha ezt ennyi idő lesz megcsinálni amúgy. Már mert egyre nehezebbek a feladatok.
Ez komoly. És akkor mit kell csinálnunk? Föl kell építenünk a halálcsillagot. Gondolom. Valami ilyesmire. Azt a mennyi diorit! És még gravel is. Mennyi minden nyers anyagot szedünk. Azt itt meg a gravel mögött mennyi van. Az itt, amit már véget ér. Az a lényeg, hogy legyen jó sok. A kvarcból kell a második legtöbb, abban majdnem annyi kell, mint kálcsitéből. Ja, csak a 100-szor nehezebb szed. Hát igen. Én is ezt mondtam. Azt meg itt ennyi diorit van. Ja, abban nem kell olyan sok amúgy. Az csak épp majd csak használva van, ez így elég is. Köszönjük szépen, kedves kálcsiteér! Köszönjük szépen, hegy! Megmutatjuk a srácoknak, hogy hol bányáztunk a streamben. Itt. Miért kéne megmutatunk? Nézzék meg a Commando streamek csatornán, a Commando a leírásban. Hát jó, de ilyen teaser trailer. Na, srácok, itt bányáztunk a streamben, ugye? Azt, ott oda mentünk le és bányáztunk a streamben. Hát, nem. Nincs vége a streamnek, még 100 gyémántot, azt hiszem az volt. Itt sokkal mélyebben voltunk, szerintem ott mentünk be. De nem tudom már pontosan. Az a lényeg, hogy olyan mélyen voltunk, így a víz alatt is szedtük a gyémántot, meg nem is tudom. A Commando streamek csatornán megtaláljátok a Minecraftos streamet, ahol gyémántokat bányáztunk. Aki elmerem azért, az a Bengő király! Hú, rengeteg minden izével hazatértünk. Nyersanyaggal, ami nagyon király. Úgyhogy ezeket most le is rakjuk, ezeket a kálcsitéket, és akkor át kéne menni a Netherbe. Itt van vagyok. Csalódok. Nem vagy csaló. De csalással nem ér. Nem csalással csináltam. Na várjál, megnézem, hogy melyik. Csalódok. Van itt egy csomó diorit, szóval nem is nagyon kellett volna szedni, de mindegy, azért legyen, az a lényeg. Oké, volt itt kálcsite is még, 64 plusz 28, ezeket kéne valahogy elhelyezni olyan helyre, ahol biztonságban van, és tudjuk, hogy ott. Máté, kéne majd egy olyan házat építeni, ami shulker boxokból áll. És ez miért lenne jó? Mert az ritka. Shulker box house. Aha, így rá lehet tenni egymásra, tedd le. Ja, na. Igen, és nem nyílik hát nem, ki. Hát, ja, de tök jó néz ki, nem? Gondolj bele, egy ilyen ház. Ja, elég jó. Ennyink van. Ez nem valami sok. Mi van ennyi? Ennyi kálcsiténk van csak. Hát nem. Hát akkor miért nem rakod be? Te, pancserosz. Hát ott van, akkor segíts berakni, mert nekem nincs sok hely a inventóriában. Na hát így már is más a stájsz. Hogy kell egyszerre berakni, én nem tudom. Na így már biztos, hogy elég lesz. Hát ez már több is, mint kell, az biztos. De ez így jó, oké. Oké, akkor kellene majd még nekünk kő. Tudod, hogy kitöltsük azt a teret ott alatta. Hát kikőtölteni. Szóval az kellene még. Meg nem is tudom. Krisztián, te nem tudsz normálisan játszani, hogy ne ilyen degenerált baromságot csinálj. Oké, akkor van elég diaritunk, van elég kálcsiténk. Már csak kvarc kell, sötét fa. Sötét fából is rengeteg van, de hát majd lehet, hogy kell szedni, azt majd a Krisztián megcsinálja. Azt pillanatkat szedek. Oké, és padló miből van, azt nem tudom, de mindegy, azt majd megszerezzük. Most nem az a lényeg, hanem az, hogy legyen meg a templom. Krisztián, átmegyünk még a kvarcot megnézni? Hát nézzük. Szóval akkor kvarc pillár az nem fog kelleni. Úgyhogy azt jó elcsesztem a sok kvarcot rá, na mindegy. Ilyen smooth kvarcot hogy kell csinálni? Ebből? Nem. Small smooth and silky quartz. Hogy kell smooth quartzot? Azt ebből lehet smooth quartzot? Small smooth and silky quartz. Mert van a block of quartz, meg a smooth quartz. És ilyen smooth quartzot hogy kell? Srácok, ezt írjátok már le kommentben, legyetek szívesek, hogy a smooth quartzot azt hogy kell csinálni. Oké, megvan a diorit, megvan a kálcsite, és már csak... Hello, Piglin manyus! Mi a helyzet? Milyen régre néztünk rád? Mr. Piglin manyus. Ja, én meg már itt tökre magányos vagyok, és sose rám se néztek. Ti szentjázjak, rátok küldöm a Nether seregét. Jaj, ne! Mr. Piglin manyus azért nem kell ilyen gonosznak lenni. Hát csak viccel. Nem, a Piglin manyus az nem viccel soha még. De ő nem is tudja ránk küldeni a Nether seregét, mert ő eljött tőlük. Na, Máté, másik irányba menjünk, mert... Mondjuk erre, mert ott már kibányáztam mindent. Mondjuk itt ugorjunk le. Hallod most ezt? Már tudunk menni szárnyal. Szóval ne... Oké, na akkor itt. Itt menjünk le, és ott menjünk. Itt nem lesz jó. Miért nem? Azért, kérlek szépen, mert ez nem olyan biom. Arrafele menjünk inkább, gyere. Gyere utánam. De ott már kibányáztam mindent. Nem bányáztam még ki mindent, hidd el. De. Hidd el, hogy de. Tovább kell még mennünk, mert ez itt nem lesz. Ott már látok is egy csomó kvarcot. És mindenféleképpen fortune-es. Egy csomó kvarcot. Ugye? Tök jó. Mindenféleképpen fortune-essel kell.
És ugye 4 kvarc ad 1 blokkot, szóval... Ja, azt hittem, hogy beleesett. Húha, ez egy kicsit nehezebb lesz, mint gondoltam. Bár... Tudtam, hogy a kvarc az nagyon nehéz. Nagyon nehéz kvarcot szerezni. De azt le kell menni aljára, amikor, mint amikor netherite-ot szedünk, és ott kell menni előre, és úgy kell kvarcot. Átmegyünk ott a másik oldalra? Itt menjünk át. Gyere ide föl! Jó. Azt, hogy mennyi van! Na itt rengeteg van, na itt kell ványászni. Let's go! Csak ez a felszínen nyalúra. Is nagyon érvényes, de itt meg aztán főleg, hogy magad alatt blokkot ne üss ki. Ja, jó. Figyelek, figyelek. Oásztóál mennyi van? Jaja. 64-10, ennyi van most nekem. Hát nem tudom, hogy mennyi kellene ebből. De szerintem egy shulker boxnyi kvarc azért kell. Olyan sok? Hát vagy több. Ja, hát igen, mert az meg negyedelődik. A száma, mi? Hát igen. Hát, shulker boxnyi kvarc blokk. Ja. Szóval akkor 4 shulker boxnyi kvarc kell. Igen. Azta. Ez mennyi lesz? Hát nem olyan sok, mert azért nem vagyok lenne olyan sok ide, és mindjárt 364-en van, szóval. Azért nem olyan nagyon nagy ördöngős dolog, mert főleg, ja, hogy most már, hogy van forcsön, szárnyunk. Mi? Hogy micsoda? Megtámadott a dög! Repülj el! Mi támadott meg? Bejelent ide mellém a Grassly Mestly. Jó, ha ez nem is erős. Oké, és megöltem. Jó, csak hát, hogy full mellém jelent be, és megijedtem. Jó van, ne ég már 20 évig. Na. Egész sokak vannak itt a felszínen. Jóval több van, mint a lent a föld alatt, mert én a föld alatt bányáztam legutóbb. De itt sokkal több van itt a felszínen. Hogyha hát, ezt nem vagy. Mondanám. Hát én mondanám. 4x64-en van már. És ugye tudunk repülni pluszban, és el tudunk menni bárhová igazából. Nem néztük meg, hogy hol van a... Mi? Ezé. Hát, hogy hol van a... Ahol átjövünk a netörben. Én tudom, hogy hol van, nyugodt. Ilyen koordinátán. Igen, megnéztem. Nem, a koordinátát nem néztem meg, de tudom, merre kell menni. Hát jó, de hogyha repkedünk jobbra-balra, akkor nem fogod tudni. Úgyhogy nézzük meg a koordinátát, és utána menjünk. Mit nézegetsz? Ne nézzé! Nem vagyok ilyen látnivaló. Ajaj. Hol vagy? Itt vagy alul? Jaja. Ja, itt vagy, hello. Hello. Azt adott ez meg mi így is ilyen sokat sebez? Jaj. Oké, okay, és hol van esetleg még? Rengeteg kvarc van itt is, jó van. Na, hol vagy, Chris? Gyere, mutasd magad. Itt vagyok fönt, gyere föl ide. Fönt. Várjál, lemegyek hozzád, te. Hol Mamba fönt? Mamba fejű. Na, én följe vagyok, mint te, úgy menj erről. De most már látlak, hogy jó vagy. Megyek oda. Nekem most 264, meg 48 annyi kvarcom. Nekem 5x64 plusz 37. Erre ne menj, mert itt nem lehet kvarc ebben a biomban. Ilyen piros biomot kell szerezni, vagyis keresni. Tök mindegy, mert lemész, és akkor ott van a netörrek, és ott van. Len kéne bányászni az egyszerű. Na mindegy, Chris, ezt hagyjuk inkább a streamre szerintem, ezt a kvarc bányászást. Jó. Hát igen, csak 4 shulker boxnit kell kiszedni. Az fejenként 2. Az nagyon sok. Dehogy is. Sima, egy óra, másfél óra alatt megvan. Igen. Jó. Igen. Na gyere! Hagyjuk ezt. Majd későbbre. Rak bele a kvarcodat. Látod, már ennyi van. Tök gyorsan megy. Hát, elmegy. Ja, és föl is töltődött a csákányomnak az élete. Let's go. Hát, az föltöltődik. Tudom. Azt is itt meg itt is mennyi van. Let's go. Igen, csak ezeket nem tudod kiszedni. Mert? Hát, mert repül fönn. Na, menjünk. De oda tudok menni. Jó. Menjünk. Na, gyere. És ilyen helyeket kell majd keresni, ilyen pirosakat. Itt menjünk le. Csak vigyázz, bele ne menj a lávába! Hoksi-moksi. Ha, azt a ide a várig elrepültem. Hello! Hello! Hello, sárkány úr! Hello, mister! Meg is van egy nagy rakás nyersanyag. Nem gondoltam volna, hogy ebben a videóban ilyen sok nyersanyagot összeszedünk amúgy. Hát azt én sem gondoltam volna. Mert szinte már majdnem minden megvan, ami kell hozzá. Hát még kell fa, meg nyilván majd még így közben jönnek dolgok, amik kellenek. Igen. Viszont egész sok dolgot összeszedtünk, nem be akartam rakni, így. Ennyi kvarcunk van most, megnézem, hogy ebből mennyit tudunk csinálni, mennyi blokkot. Block of quartz. Egy. És 264 plusz 19-et tudtuk csinálni, hát ez nem volt valami sok idő amúgy ezt összeszedni. Hát tényleg nem amúgy. És
ugye itt 1/1 átrakhatod a kvarcot egy másik fajtába, például itt van ez a quartz bricks, és akkor 4 quartz blokkból lesz 4 quartz brick, szóval itt 1-1 átrakhatod, szóval itt már hát nem kell. Hát ja, de amúgy nem az összesé, de ez már mennyi, ez már csomó. 264 építőanyag, az csomó. Hát az azért egy ilyen ekkora templomnál az így a első oszlopnál elfogy, de igen. De hogy miért 4x4-es oszlopok, vagy mint 2x2-es oszlopok vannak? 4-4-es? Nem. Miért lenne olyan? Hát, mert a egy oszlopnál elfogy. 264. Hát ez... Majd meglátod, Krisz, majd meglátod. Ne kérdezősködj, hanem építsünk. Ne szövegeljünk, hanem cselekedjünk, Krisztián. Az emberek mindig elkövetik ezt a hibát, hogy szövegelnek a helyet, hogy cselekednének. És csak szövegelnek, és jár a szájuk, és úgy beszélnek, hogy nem is gondolkodnak közben, és egy hülye barom vagy. Úgyhogy a következő videóban meg fogjuk építeni a templomot, és végre... Végre! Elkészül. És beköltözhet Herold atya. Jó, már nem magyarázzam egy évig. Sokan elkövetik azt a hibát, Krisztián, hogy csinálnak valamit, ahelyett, hogy magyaráznának. Közben a magyarázás...